Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez pedig itt a Tropika heti sorozat második epizódja. És célunk az, hogy mindenféleképpen hatalmas a spanok legyünk az amcsikkal. Ezt valószínűleg el fogjuk érni, és mi ez a felkiáltójel? Na, azt mondja, hogy... Igen. Training Build Catholic Mission, 9 hónap alatt egy katolikus templomot kell. Tape cuttings, quiet... Ja, lesz ide a templom, amúgy is kell. 1009. Amúgy is kell ide a templom, ugye? Templom az mindenhova kell. Így egyből a palotára nézzen. Ahogy van! Csapassuk neki. Viszont mindenféleképpen fel kell erősödnünk, és 10 000 dollárt kell exportálnunk, aminek köszönhetően le is raktunk ide egyből egy Tobacco palántházót, valamint ide egy ilyen kisebb falu részteket szeretnék ide kialakítani. Szuper! Oké, okay, kutatás. 2 kutatásunk megvan, akkor jöhet egy lumber mill, valamint... Skills for production buildings, ez is nagyon jó lesz, ugyanis ehhez 3 technológiát kell még kikutatnunk, de a rancsokat is fogjuk fejleszteni, mert szeretnék rancsokra is ráállni. Annyira nem éri meg, hölgyeim és uraim, rancsolni, de lehet, hogy sorban mindegyik kutatást meg fogjuk csinálni. Ez, ami neki nagyon kell, majd később. 3 kell ahhoz, productivity skills, meg legyen mondjuk a ranch upgrade. Szuper, csapassuk neki. Az építéseim eléggé messze vannak. Lehet, hogy ezt innen, hogyha beépítem ezt a területet, ezt innen át fogom telepíteni. 95 tropikói van, akik nagyjából így ház nélkül éldegélnek. De itt lesz egy palántázó, lesz egy rancs, tehát ide jó lenne lerakni egy ilyen kisebb lakóvezetet, mondjuk ilyen házakból. Hát ide szerintem jó lesz. 1-es, 2-es, 3-as, 4 házat le is pakolunk. 2000 dollár szerintem elég lesz. Kaptunk most 5400 pénzt, amit el is vertünk ide a napok alatt. Lássuk, hogy mi van még itt. Milk, corn, logs, iron, milk. Nagyszerű. Oké. Okay. Még a teamsterek bírják szerintem. Igen. Azt látom, hogy... mennyi cuccot visz. Itt vannak a parancsok! Ride, Benish... mennyibe kerül? Itt van a családfája az emberkémnek. De nagyon jól végzi a munkáját. És ezért nem is fogom innen eltávolítani. Meg is jött a hajó, remélem be is pakoljuk a vasat. Iron 900, nem lett valami sok, az az igazság, nincs valami nagy termelésünk. Lássuk, mit ad ez a felkiáltójel. Export 3000, oké, okay, exportáljunk. Hopp, ezt egy kicsit magasabb prioritásra állítsuk. 4 hónap van az újabb katolikus templom elkészítésére, és ott a piros felkiáltójel, ami... Profit from cattle products export, oké. Okay. Jó. Akkor legyen még több... Még több rancsot a népnek. Azt mondja, hogy újabb rancs. Eléggé olcsó szerencsére a rancs, ugye? Hát igen. Egészen olcsó is. Cattle legyen. Rakjuk le ide. Édni. Építsétek fel ezt a katolikus missziót, mert csak 3 hónapunk van rá. És kész! Szuper! As the air was born. Increase tourism rating, supervisor, ki legyen, tourism rating. Lehet, hogy turistákra is rá kell állnunk már a mostani videóban, mostani részben, de legyen supervisor. Students, vagy pedig egy mentor, az iskoláztatás. Mi legyen? Legyen supervisor. És akkor, hogy angyalom, áldjálak meg! Raimunda Uno lesz az, aki belép ide. Én így hagyom! Hát nem van ragyos! Én így hagyom Raimundát! Raimundát, illetve Marinát is tudjuk majd szépen használni, és magunkat is, hogyha 10 000 összejön, 5 000 van most aktuálisan a bankszámlánkon, de valószínűleg majd Albertót fogjuk fejleszteni. De persze fejleszthetjük majd mindegyik rokonunkat. De aktuálisan majd szerintem Albertóra fogunk rámenni. Exit. Oké. Okay. Itt van az összes családtagom. Itt van Raimunda. Lumbermill unlocked. Nagyszerű. Oké. Okay. Akkor kicsit rámenjünk a gazdaságra. Van most 3000 pénzünk, ami szerintem eléggé kevés lesz, hogyha minden igaz. Mert 7200-ba kerül a Lumbermill. Az eléggé kevés. Teamszereket kell majd befoglalkoztatnunk szerintem. Mindenféleképpen tobakó. Ez eléggé drága a tobakó.
Mit mondtunk? Milyen trade rúdó? Cukor? Nem. Itt van egy vas. Igen. Vasat sokkal jobban kapunk, és ez vassal foglalkozik. Nagyszerű. Ebből lesz nekünk lóvénk, ebből lesz horribilis mennyiségű pénzünk. Ott felépültek az építmények, az épületeink. Lássuk, hogy hogy van kihasználva. Sehogy. Ez se. Nem nagyon van kihasználva, úgyhogy inkább itt kellene építkezzünk. Amondó vagyok. De nincsen rá elég pénzünk. Remélem majd most lesz. 3000, 5000. Lássuk, pakolunk-e még be valamit. 6000. Nagyon jó. Épületeket kell leraknunk. Házakat, hogy az embereink ne legyenek elégedetlenek. Ezt is szépen megforgatjuk. Egy ház, két ház. Szuper, azokat szépen felépítjük. Ott van még a ranch. Itt is tudunk embereket pluszba foglalkoztatni. És egészen sokan vagyunk már itt. Még egy kocsmát kellene építenünk, amit le is rakok, az az igazság, mert itt így éjszakon nem nagyon van szórakozási lehetőség. És ide ezt le is rakom. Még egy felkiáltó jel, ami azt mondja, hogy I found this book in your build a new ranch! Revolution support! Oké, azt is megcsináljuk. Minden küldetést elvállalunk, és remélem, hogy lesz elég energiánk meg időnk arra, hogy ezt tudjuk finanszírozni. És szerintem egy Teamsters-t fogunk csinálni. Egy foglalkozás. Egy ember van, aki nincs a foglalkoztatva. Menesky produce... Oké, a menedzseri megvan. Mennyi profitot értünk már itt el? 5700, nagyon jó. Real estate tax from the treasury. Ooooooh, lecsökkentette a királyság 1500 alatt pénzünket. Kinyomorultak. Lifetime profit, ez nagyon szépen visszahozza az árát. Thanks to your efforts. The revolutionary woman is growing. Megcsináltuk azt, amit kértek, meg is építettük ezt a ranch, azt, nem, tavern. Trade routes for smugglers. Szerintem ezt fogjuk kérni. Igen, mert majd csinálunk iskolát. Csinálni fogunk majd iskolát, hogyha eljutunk oda. Tehát akkor van még, nincsen. Nincs, még egy trade routes-unk lehet. Nagyon jó, de nincsen hajó. Kellene egy hajó. Hogyan tudunk hajót venni? Aki tudja, hogy hogyan kell hajót venni, írja le. Én nem valószínű, hogy fogom látni, az az igazság. Igen, nem baj. Majd valahogy rájövök. Mindenféleképpen rájövök. Szerintem még egy dokkot kell majd csinálnom. És azzal a dokkal kapom majd még egy hajót. Most ami érdekes lenne... Jön be a lóvé ezerrel! Ez sose baj. Ez sose probléma. Egy Teamstert fogok ide csinálni, szerintem ide rakom le. Így. Csináltok, húzzátok fel, srácok. És okay, amit még... Proved me wrong. I'll give you that, buddy. Let's drink to your success. Ígyunk a sikerre. Wow, I get a fancy US trade deals. I can use half with construction technology. Constitution technology. Na, intézményesített technológia. Melyiket válasszuk? Trade routes. Kell a lóvé, kell a pénz. Abból tudunk visszaosztani. És 15 ember érkezett Tropicóra? Hát az király. Az nagyon jó. De mi most ide szépen le fogunk rakni egy bányát. Hogy? Jöhet ide az út mellé. Egy. És szépen szögletesen fogunk haladni. Hát majdnem. Majdnem sikerült. Szállítottunk. The crown introduced budget cuts under the... Na, mínusz 100 épületenként? Ami azt mondja, hogy nem. Nem látok semmit. Egy piros felkiáltó jel, ami azt mondja, hogy mining and logging export! Hibátlan! Arra vagyok kíváncsi, hölgyeim és uraim, ezek után, hogy mikor tudok Wordvár idejében tudok majd iskolát csinálni. Ellennyire nem jó? Viszont 7400 a mínuszba fogok levenni. Mi az, amit csinálni akarok? Turizmussal nem tudok foglalkozni idegháború idején, modern időkben. Hát, azt hiszem, hogy majdnem elérem. Majdnem elérem a maxot. 38%-os elégedettség az még nem valami sok, de annál kevesebb. Fűrészmalmot kellene leraknom, de azzal még várok egy többet. Most 10000-et kell elérnem. Abból, hogy bányászok. Oké, lássuk, hogy hogyan tudjuk fejleszteni a rancsokat. Erre kíváncsi vagyok.
lecsökkentem szépen az időt. Fejlesztések, Parahydroporic Increase 10 Base on Effectives Max 20, 1002, oké, növeljük a... Növeljük mind a kettőnek az effektjét 10-10-zel. Jó, ráment a lóvink, nem baj. Itt vannak már emberek? Tele van. Tele van. Tele van. Tele van. Igen. Akkor még rakunk le lakásokat. Kocsma mellé. Mekkora király egyébként így a kocsma mellé közvetlen letelepülni, nem? Abszolút király. Abszolút jó. Oda még, ide még vagy hármat tesszük le. Nem baj, mínusz bőnöző, nem baj. Remember, order is you only friend. Our plan is our only future. Rendben van. Fejben tartom, rendben tesó. Jó lesz, hidd el. Ott jön a hajó, ott jön a profit. Mínusz 1000-be vagyunk, ami nem annyira király. Viszont kutassunk, hogyha már vannak emberek. Mondjuk újságot, az nagyon jó lesz, valamint az építészettel kapcsolatban. És itt technikailag mindent kikutathatunk. Aztán várjuk majd a modern időket, a modernebb időket. De jól érezhette magát az a kis halászhajó. Teljesen jól. Others 6000, van azért lóvé. Most meg itt van a Teamster. Igen, fullom van mindenki. Oké, pakolunk befele. Royal Majesty has instructed me to present you with personal this gift. Köszönöm szépen a megtiszteltetés. Örülök, hogy a király elégedett, és most a mi saját bankunkba szeretnénk. És hogy tudjuk megnézni, hogy dinasztia? Hogy tudjuk fejleszteni? Escape-el, csimimim, nem. Itt tudjuk valahogy fejleszteni. Itt tudjuk valahogy fejleszteni. Nem. Hogy tudjuk felhozni azt az ablakot? Overlays, nem. Trade, nem. Nem. Itt van! Dinasztia! 10 000 van a saját kis bankunkba, és szépen fel tudjuk fejleszteni az emberünket. 6%-kal olcsóbbak az épületek. Hosszú távon ez király lesz. És még egy csillagos felkiáltója. Lássuk, mit adsz. Is a way around the real estate tax. You have money for your personal stash to grace some plans. The order does not want you to rely on us for everything. Okay. Build permitet ki kell majd adni. Jó, rendben. Jó. Build a new dock. Azt elfogadjuk. Azt kell. És szerintem tudunk is új dockot készíteni. Dock. 3200. Igen. És akkor elméletileg kapunk még egy hajót. Elméletileg. A kikötő városba leszünk. Nagyon jó lesz. Oké, pörögjön, pörögjenek az idő, pörögjenek a dollárok, hadd lássam, hogy mennyit fogunk itt termelni. Brutális profitot szeretnék, hölgyeim és uraim, és remélem, hogy 9000! Az nem rossz. Az nem rossz. Tudjuk fejleszteni? Nem tudjuk, az csak a világháború idején tudjuk. Oké. Itt valamit. Minusz 5 beauty. Lehet, hogy fejlesztjük itt a szépségét a különböző kocsmáknak. Elég csúnyák. Nem szívesen járnak oda az emberek. Hát ezzel jár. Ezzel jár a technológia is, illetve a kolonizáció. Szépen pusztul kifele a környezet körülöttünk. Az gyors volt, haver. De egy újabb dock, szerintem újabb hajóval fog járni. És ezáltal... Jó gyorsan jönnek a hajók. Nem mondom. Na, hogy állunk? Ez milyen bánya? Ez szén. Nem tudom még túl sok mindent kezdeni vele. Azt tervezem, hogy ide rakok majd le egy fűrészmalmot. Thanks to your efforts, the revolutionary movement is growing stronger. Szuper. Akkor jöhet 3 tanult falulakó, városlakó. Szükségünk lesz rájuk mindenféleképpen. 19 ember? Hát mit csinálják én 19 emberrel? Jézusom, unemployed 10. Oké. Na akkor lássuk a kereskedés. Így van. Dokkonként egy hajó. El nem felejtendő. Na lássuk, hogy mi az, amit... Uuuuhuhuhuhu! 1515-tel drágábban tudjuk az USA-nak eladni a húst. Komolyan. A vasat, azt is sokkal drágábban. A fát, 900-zal drágábban. Hát az USA az minket nagyon fog szeretni. Jó, akkor húsi. Mehet. És csinálok még egy rancsot. Csinálok még egy rancsot. Ranch és kettle. És hogy hova tudom lerakni. Itt szerintem tökéletesen jó helye lesz. Így. Nagyszerű.
6000. Ó, nagyon-nagyon-nagyon jól vagyunk. Nagyon-nagyon jók vagyunk. New Ranch, Tex, valamint, ami még kell nekünk, az egy Lumber Mill lesz, és a Lumber Millt ide rakjuk le. Tök jó egyébként ez a kikötő terület, egy ilyen ipartelepet fogok itt létrehozni. Egy kis idő múlva ezt innen fel fogom számolni szerintem. Mások mit mondasz? Sickle technology, oké. Kész! Itt van, hogy meddig vagyok hathalmon? Aha! Akkor kicsit tovább legyünk ott. 2 év, 2 hónap. Igen. Nem árt figyelemmel kísérni azt, hogy milyen küldetéseket kapunk itt a királyságtól. Még 3 tanult emberke. Nagyszerű lesz. Tele leszünk kulturálisan túlképzett emberekkel. Newspaper unlocked, és be is folyásoljuk, figyeled? Figyeled azt a nyártont? Nagyon-nagyon-nagyon jó. És ide le is rakunk egy újságírói Congratulations. Well, what do you know? I like to be proven wrong. It means I get to learn something new. Oké, szuper! Még egyet teljesítettünk, és már csak a bányászat, illetve a fa megmunkálás, fakitermelése kapcsolatban kell megint teljesítenünk fel kiáltójeleket, de egy ingyen operaház azért nem lenne rossz, azt mondom. Nem lenne rossz. Hardkultúrálódjanak itt az emberkék. Szórakoztatás, operaház, tök ingyen. Tök jó lesz. Oda szépen le is rakjuk. Viszont szerintem kell csinálni házakat, kell bizony. Itt ezt az utcát eléggé szimpatikusnak tartom, és itt házakkal be... Oh, 6 dollárom van! Juu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 u
Remélem, hogy brutális mennyiségű hús van már itt. Azt mondja, hogy meat, output, meat, itt is van. Nem baj, 253, három ember érkezett, gondolom a három tanult emberem, és pakoljuk is befele az árut. Okay, man, congratulations, well done. Paper technology, vagy pedig Free Military Now, Fort, azért gondoskodjunk erről is. US Army, pal. Egy ingyen katonai erőd. Hova rakjuk le a katonai erődöt? Hova, még sehol nem volt szükségünk ilyenre. 8 ember tudok ott foglalkoztatni, és hűha! Az igen. Rakjuk le szépen ide. Amondó vagyok. Ide lepakoljuk. Ő épüljön fel gyorsan, valamint ő épüljön fel gyorsan. Szükségem van az emberekre, hogy olvassák ezeket az újságokat. But before I go, I cannot help but acknowledge the many things I learned while staying on this beautiful island as your guest of honor. Nagyon jó! Szuper! Elégedettek lettek velünk, és a következő küldetés, az aktuális küldetés is sikerült véghez vinnünk. Changing the world. Sikerült mind a kettőt, és úgy látom, hogy ez a kettő küldetés van, amivel eddig is foglalkoztunk. Igen, hogyan tudunk tovább menni? Megnézem egyébként itt a main menübe, hogy hogyan van tovább a new game. Mission editor, achievement, multiplayer, új játék, workshop mission, kampány, changing the world. Igen, az Uno dinasztia, ezt szépen átugorjuk. Win your independence, new down. Ezt már megcsináltuk. Vagy ugyanazon a szigeten jött volna ez a küldetés? Még akár az is lehet, hölgyeim és uraim. De ha jól emlékszem, nem csak ennyi volt ez a kettő küldetés. Nem csak ennyi volt. Úgyhogy... Win your independence mind a kettőnél. Oké. Utána járok mindenféleképpen, és a holnapi rész már úgy fog kezdődni, hölgyeim és uraim, hogy feltétlenül... Be fogom mutatni azt, hogy mi lesz az új kihívás, mert ugye az élet itt nem áll meg, és megcsináltunk kettő küldetést, lehet, hogy a nevet nem vettem figyelembe, meglátjuk, holnapra kiderítem, és mindenféleképpen találkozunk újabb résszel, újabb lendülettel, új kihívásokkal. Amennyiben ez nem történik meg, akkor vagy sandbox küldetést fogok nézni, vagy pedig egy workshop küldetést fogok nézni, és úgy próbálunk meg világuralomra törni. Én Uno voltam, és mi mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!